Kárpáti Gyurika 167 cm magas. Mindig hozzáteszi, hogy hidegben 165, meg egy kicsit összemegy. És ezzel a termettel azért a két méteresek között, a 70 kilója és az egymázsás testek között, hát kellett fineszesnek lenni, kellett csibészes, kellett, ami a magyarra jellemző, hogy megtalálom a helyemet. Ez egy különös életsors, hiszen Kárpáti Gyurika 17 évesen ugye olimpiai bajnok, a legfiatalabb vízilabdázó olimpiai bajnok, ma is, 1952-ben Helsinkiben. Kezit csókolomot köszön még a játékos társainak, ugye, majd elmondja, hogy mikor engedték igazán Pertuba maguk közé. Aztán 56-ban az a fantasztikus melbourne-i olimpiai aranyérem, aztán 60-ban Rómában bronzérmesek, és itt van a küzdeni tudás, hogy nem adjuk föl, és 64-ben Tókióban pedig az újabb aranyérem. Én nagyon szeretettel köszöntünk és köszönjük a könyvét. Első kérdésként hagyd tegyem föl, amit úgy általában föl szoktak tenni. Három olimpiai aranyérem. Mégis, ha úgy fölteszem a kérdést, melyik áll legjobban a szívedhez közel? A 17 évesen megnyert aranyérem, az 56-os melbourne-i, ami az egy külön regényt, vagy nem is tudom, hogy megfilmesítették. Vagy pedig az utolsó, ami egy úgymond ráadás volt még 64-ben betetőzve egy pályafutást. Lehet-e rangsort tenni, vagy érzelmileg hogyan lehet megközelíteni a három aranyat? Hát először is jó estét kívánok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és akkor rögtön a kérdésre felelek, már sokan tették föl, mert valóban én se tudtam biztosan, most se tudom, de az 1952-es Helsinki, amikor tényleg a legfiatalabb voltam a mai napig is, mint olimpiai bajnok, és a 1956-os melbourne-i olimpiai arany, ami ugye a szovjet csapat 4-0-as megsemmisítő győzelmével ért véget. Ez a kettő, mondhatnám azt, mert sportnyelven van ilyen, hogy holt versenybe a szívemhez. Mert 52-ben legfiatalabb, óriási volt, a tényleg, amit mondtál, hogy a csapaton belül csókolommal kellett köszönnöm, még a Dezsőjéknek, mindenkinek, és ott volt mellettünk szobákba, olimpiai faluba a Puskás csapat. Azoknak is. Na most, amikor megnyertük az olimpiát, akkor volt egy nagyon szép vacsora az olimpiai faluba ott a két csapatnak, és ott a Puskás vezényletével, mert mindig ő volt a nagyfőnök, ugye fölállt egy föccsel a kezébe, és azt mondta, hogy Gyurika, nem nagyon örülök, de mától tegezhetsz minket. Tehát ez volt a feloldozás. Tehát visszatérve, ez a kettő volt a fiatalabb 52-es olimpiai bajnok, és a 56-ban ugye tulajdonképpen a forradalom alatt legyőzött orosz csapat, hát az hihetetlen nagy emlék, sok mindennel együtt, tehát ez a kettő, és aztán sok minden még kedves volt, 64-ben, mikor már kicsit öregebben Tokióban nyertünk, és 76-ban, amikor a Gyarmati Dezsővel volt egy nagyon jó csapatunk, a Dezső volt a szövetségi kapitány, én meg az edző, és akkor ott az a szívós, faragó, csapó, borzalmas jó csapat volt, megnyerték a montreali olimpiát, tehát ez is közel volt, és tulajdonképpen össze-vissza 12 olimpián vettem részt.
részint játékos, részint edző, részint valamilyen szaktanácsadó, például a Kemény Dénes csapatánál, akik hármat nyertek. Tehát mindegyik kedves volt, de ez a kettő volt talán a legkedvesebb. Köszönjük. Ugorjunk vissza egy kicsit az időbe a kezdetekhez. Itt a könyvben majd olvashatjuk, hogy Gyurika igen jó focista voltál fiatal, vagy kölyök korodban, a Fradiban is, ahogy említed, Puskás öcsének említetted, hogyha te inkább a focit választottad volna 12 évesen, akkor nem Puskás öcsi lett volna Puskás öcsi, hanem te lett. Hogyan dőlt el ez a választás? Tehát egy jó gömbérzéked lehetett mind kézzel, mind lábbal, ugye? A labdarúgás és a vízilabda. Mi döntötte el a mérleg nyelvét, hogy te a vízilabdát választottad? Hát valamelyest a két sportot egyszerre csináltam. Tehát például délben volt foci meccs a Fradi kölyökbe, mert ugye természetesen a Fradiba játszottam, édesapám beléptetett 10 éves koromba, és most mi 82 éves, 72 éve, itt is ez a minden idők legöregebb Fradi sportolója, tehát ma is tagja vagyok, és akkor például este volt vízilabda meccs. Na most a foci és a vízisport nem egyforma izmokat kíván. Foci után vízilabdázni, többször görcsöt kapott a lábam, tehát várném, és kellett választani, hogy mi legyen. Na most az már csak egy vicc volt, azaz egy állandó viccelődés Puskás-Kárpáti között. Hát én mérsékeltem, mert ugye mindig tiszteltem, bármilyen viccek voltak, és akkor az öcsi tulajdonképpen már nagyon jó focista volt, mert 8 évvel nálam idősebb volt. És akkor azt mondtam neki, hogy öcsikém, a vízilabdát választottam. 12 éves voltam, mert hagyom, hogy te legyél a világ minden idők legnagyobb focistája. Az is lett. Az is lett. Szóval úgyhogy ezért választottam a vízilabdát, és mint később kiderült, jól sikerült a választás. Bud Spencer. Igen, ez egy végszó volt, mint a színházban. Tudom, már első feleségem színésznő volt, tehát ezeket tudom, hogy a végszó az mi, és akkor stb. Stb. Sándor tudja. No, szóval ez a Bud Spencer nevű fiú, olasz, a rendes neve Carlo Pezzoli, ez egy tündéri aranyos egyik, még a baráti körbe beletartozott, akit imádtam. Általában azokat szerettem legjobban, akik jó humoruk volt. Én egy vidám ember voltam, bármilyen nehéz volt az élet, úgy amúgy, meg minden, de én a vidámságot imádtam. Azt mondtam, hogy maga az élet úgyis annyi minden rosszat hoz. Legalább akkor moziba, színházba, baráti körbe, legyünk vidámsággal körülvéve, egy kicsit hátha pótolja. Na most ilyenek voltak a Puskás öcsi, aztán megneveltem a gyarmati barátomat, ő is vidám lett, amennyire lehetett, és a Bud Spencer meg alapjába véve, hát aki látott filmet, ugye függetlenül attól a hülyéskedő boxolás, minden, az egy dolog. Az az ő feladata volt, de maga az egy aranyos pofa. És olasz vízilabda válogatott volt, 50-szeres válogatott. Százas gyorsúszó volt. Ott is úsztunk sokat egymás ellen. Csak hát ő egy méterrel magasabb volt, meg hosszabb keze. Tehát mikor megvert engem 100 gyorson mondjuk ennyivel,
Akkor mondtam neki, ez nem egy nagy dolog, mert a kezed még hosszabb. Minden. De nagyon szeretett engem. Ha vízilabda meccset játszottunk egymás ellen, olasz-magyar, nem bántott engem soha. Sőt, hát én kerültem őt, ő volt 110 kiló, meg egyebek, hogy egy fantasztikus kisboltolt ember, én meg hát 70 kiló. No, szóval Bud Spencernél voltunk másfél-két éve a házában, Rómában meghívott, akkor volt ő a 85 éves, és akkor ott tolmáccsal, stb. Filmfelvétel van, ami benne van ebben a könyvben. Mert Sándorkám, nem tudom, meg láttad már a videót, a DVD-t? Na hát ebben való DVD, ami ott van, ebben egy 15 perces rész van, ahogy forgattak a Bud Spencer házába, miket mondtunk. Volt például egy olyan, amikor ott volt a feleségem is, az ő felesége, meg a filmesek, egy nagy pasztasutát ettünk, vörösbóra. Szóval volt egy kis háza, hogy nem mondjam milyen, de nem csúnya. És akkor ott ő elkezdett mesélni rólam, én kicsit róla, fordítottak, és akkor azt mondja, hogy Giorgio Carpati, és akkor rámutatta a feleségem, és azt mondta olasz, hogy asszonyom, tudja meg, ha nem tudta, hogy a férje, a Carpati volt minden idők legnagyobb vízilabdázója. Mondom, állj! Mondom, Carlo, álljál! Mondom, akik szeretnek, azoknak ez egy öröm, hogy te mondod. De van egy parányi rész, ma is van ebben az országban, akik nem egészen kedvelnek bizonyos dolgok miatt. Hát ez ilyen az élet. Nem? És akkor mondtam, hogy tehát mondjál valami olyat, hogy egyik legnagyobb. No, azt mondja, a legnagyobb. Ilyen olaszossal. No, szóval ez a Carlo Bud Spencerrel való rövid történet, hogy ezek a gyarmati dező barátom által mondott csereim, ezek kellettek, mert mit csináljak egy 100 kilós ellen? Hát kellett kitalálni, állandóan kitaláltam. Átbújtam alsammal, hasammal, minden, és rendkívül sokat súlyemeltem minden, hogy valahogy legalább erővel bírjam, mert ugye ez nem volt akármi, mert egy 100-110 kilót jugoszláv elkapott, akkor abból menekülni volt egy dolog. Játszottunk Dubrovnikba este, tengervízbe, sötétbe. És a én lefogóm, az a 110 kilós gyerek, hátam mögül, ugye, mert ott a lefogó, előre nyúlt, és a sapkámnak a zsinórját, ami itt van, megfogta, csavarta. Na most utána nyomta. Na most levegőt, semmit nem kaptam. És akkor hátra néztem olyan könyörgően, de könyörületet nem láttam nagyon. Hát ez megint olyan, mint az orrom, egy kitaláció volt, hogy lenyúltam, és hátul, alulról megfogtam neki azt, ami nagyon fáj, ha szorítják. Sőt, tekeltem. Na most a vége az volt, megvan a végét, hogy kettő tekerés után engedett el. Szóval egy hős partizán lehetett. Na most volt egy másik, hogy mivel fradista voltam, ugye volt sok közönség, akin is, hát persze fradinak drukkoltak a legtöbb, és akkor tele volt a sziget, 5000 ember, és ott már nem bírtam az én lefogómmal az Újpest vagy valamelyik csapatból, nagyon meg voltam verve. És akkor kitaláltam egy dolgot, amit a Sándor mond az igazság, hogy az orrom az nagyon vérzékeny volt amúgy. És azt jelenti, hogy a bíró elé úsztam, ahol ő állt, igazgatott, a Palival együtt, aki a lefogón volt, és jó egy kicsit megütöttem az orromat.
fájt kicsit, de ögtön ömlött a vér. Na, 5000 ember elkezdett üvölteni. Gyurika, bántják a Gyurikánkat, minden. Na most a bíró ezt látta, ő nem látta az ütést, mert persze, hogy nem láthatta, és a bíró kiállította az én emberemet. Az nagyon dühös volt, mert tényleg akkor nem csinált semmit. És akkor még én mutattam neki, hogy menj ki. Na hát ez egy ilyen kitaláció volt, kicsit fájt, de hát muszáj volt mindig kitalálnom valamit, ami vagy sikerült, vagy nem. Sőt, hát a, még Helsinki Melbourne olimpián még tévé se volt. Tehát csak archív felvételek vannak, na most azok, amik ma a modern világban mindent lehet látni, férfi-női meccsen, hogy csavarnak minden, letépik, megtépik, minden. Na, nincs mese. A bíró egyedül, aki nem látja, mert ő ugye nem van, ahol az üveg van. Úgyhogy amik történnek, az mese nincsen, azok tényleg úgy történnek. Nálunk is az előtt, mert kérdezik, hogy volt-e ilyen durva a vízilabda. Mindig ilyen volt, kemény sport, ezzel együtt kellett lenni. Most elég mondom magamba, hogy elég buta voltam, hogy ezt választottam, de mégsem, mert azért több örömet szerzett, mint azokat a kis veréseket. A tekergetéstől egy kicsit komolyabb témára elkanyarodva, az agytekervényekig, ugye aktív játékos pályafutásod alatt az ELTE-n elvégezted a jogi egyetemet. Edző is voltál, és ugye a közvélemény azt látja, hallja, hogy ezek a válogatott vízilabdázók általában vagy orvosi, vagy fogorvosi diplomát szervezi, állatorvosi, vagy jogász. Tehát érdekes módon a vízilabdázók között nagyon sok diplomás sportoló van, akik összetudják, hogy miért alak, hogy van ez a vízilabdázók. Ennyire ezek ilyen fifikás, jó szellemi képességű, agyafurt játékosok, ez a sportból adódik, hogy ilyen sok magasan kvalifikált diplomás ember lesz a él vízilabdázók között? Hát van benne valami, hogy ez, ahogy jogász lettem, azaz ELTE-n tanultam, utána jött a következő társaság, a Csapó doktor és stb., akkor azok is mentek a jogra, tehát kicsit egymás után. Na most ez egy furcsa dolog volt, mert én, amikor a jogra jártam, pont akkor lettem olimpiai bajnok, stb. Na most a jogon a tanársegédek 80%-a fradista volt, és imádott ultizni. Na, megtaláltuk egymást, fél év után már ultiztunk, és nagyon szerettük egymást. Na most jöttek a vizsgák. Na most tessék elképzelni, hogy általában az volt, meg kell mondanom, ami nem egy dicsőség, hogy mondta a barát, nemzetközi jogát tanársegéd, aki később a sógorom lett, hogy akkor úgy is tudom, hogy nem tudod az anyagot, hozd be délután, aztán aláírjuk. Alá is írta, így ment, elég több, volt, amikor nem. Na most, ami az egésznek a csúcsa volt, hogy volt egy polgári eljárás jog tanársegéd. Úgy hívták, hogy dr. Németh János. Ő később lett az Alkotmánybíróság elnöke. Ő volt egyik legjobb ultis barátom. Jött a polgári eljárás vizsga, arról volt híres a János, hogy 10-ből 7-et megbuktatott. Kemény volt. És akkor mondom, János, mi? Azt mondja, nézd, a csoport jön délelőtt, te ne gyerem, akkor mindenkit át kell engednem, te gyere délután egyedül. Bemegyek 4 óra, bemegyek a szobájába, ott ül a íróasztala mögött,
és akkor bemegyek, mondom, szervusz, és azt mondja, jó napot kívánok. Ez már nem tetszett nekem, hát egy, másfél éve tegezzük egymást. Mi az, hogy jó napot kíván? Jó van. Azt mondja, üljön le, tovább magázod, leüljön. Azt mondja, adja ide az indexét, odaadom. Azt mondja, húzzon tétet. Mondom, János, hát ha valaki tudja, te tudod, hogy nem tudom ezeket, akkor miért húzza? Teljesen mindegy, hogy mit húzok. Azt mondtam, húzzon. Na, letéptem egyet, hát húzta. És akkor azt mondja, jegyezzen. Mondom, mit jegyezzek? Hát nem tudom. Azt mondja, akkor adja ide. A index ott volt, azt mondja, elégtelen. Jó van, minden, odaadja. És akkor megyek ki, egy ilyen 6-8 méter volt az ajtó, megnézem, be van írva, hogy elégséges. Na úgyhogy visszafordultam, azt mondja, ne szólj egy szót, se tudom, mit akarsz mondani. Azt mondja, utoljára átengedtelek. Hát mondom, többet úgyse jövök már hozzá. Na szóval voltak ilyen dolgok. Most erre fölbozdulva, mert kicsit tudták a ifjonsz vízilabdázók, de a legtöbb azért megtanulta. Én is voltam, én megtanultam, de nem lettem ügyvéd, mert az is megvolt, volt egy ilyen külön vizsga, ügyvédi, ügyészi, biói, ami mindenre jó volt. Na most az még nehezebb vizsga volt. És akkor épp valamelyik olimpiát nyertük, már nem tudom, és mondták, hogy menjek föl a igazságügyi miniszterhez, mert ő adhat egyet egy évbe, egy ilyet vizsga nélkül, egy ilyen papír. Fölmentem, egy kicsi ember volt, úgy hívták, hogy dr. Deszvál. Jó napot kívánok, jó napot kívánok. De mi újság van, milyen a víz? Mondom, jó a vízilabda, jó. Mondom, én nem vagyok valami jól, mert ezt nagyon nehéz megtanulni. Azt mondja, akkor magának kellene egy olyan tőlem való felmentés. Mondom, az. Na most megadta, úgyhogy ma is őrzöm, sőt, 5-6 példányban lemásoltattam. De, hogy mennyire becsületes vagyok, talán, soha nem használtam föl, tehát nem végeztem ügyvédi, stb. Munkát, mert ugye tudtam, hogy nem tudom. Ugye? Tehát tulajdonképpen, tehát ez a bizonyos, nem csak jogász, hanem egyéb állatorvos, faragóék, fogorvos, szívóség, stb. Nagyon, és ezek tényleg megtanulták. Szóval nagyon örültünk neki, hogy ilyen utánpótlásunk van. És hát minden titkos dolgokat, nem is emlékszem, kihozom belőlem. Apukám nagyon forszírozta, mi a Népszínház utcában laktunk 30 évig, szüleimmel is forszírozta, hogy zongora bűvész legyek a vízilabda mellett. Na, aztán egy néni tanított 5-6 évig, és jó hallásom volt, zongoráztam, utáltam, mert elég volt a vízilabda, meg a úszás, meg minden. A lényeg az, hogy elég jó zongoráztam, sőt, a Zeneakadémiára is fölvettek olyan 15 évesen, és a Kadosa Pál volt egy híres tanár, az ott a tanárom, ott 2 évet jártam, és aztán abba hagytam, mert a kettőt már lehetetlen volt időbe összehozni, és akkor ugyanis ez a bizonyos dolog, amit a Puskásnak én mondtam, hogy nem csinálom a focit, mert ha csinálnám, akkor nem te lennél a minden idők legnagyobb. Ezt én más vonalon is elsütöttem, kitaláltam. Például a zongoránál volt akkor egy fantasztikus zongoraművész nő, a Fischer Anni. És akkor mondtam neki a Zeneakadémián,
amikor ott bejártam még, hogy csókolom, Drága Anni, mondok egy jó hírt magának. Nem folytatom a zongorát, mert akkor én lennék minden idők legnagyobb Annája. Zongora Annája. Azt mondja, miért nem fogom? Mondom, mert maga egy csodálatos nő, legyen maga. Tehát ezekkel én, ez végigment az életemben, ez a hülyéskedés, nem tudom, most már 82 évesen, de el kell mondanom, hogy mindig így visszeltem, ugye, hogy visszegettem. 10 éves voltam, amikor édesapám Fradiba levitt, kötelező volt minden foci meccsen kiállni, édesapám fogta a kezemet, volt még a Fatibőn, ami aztán összedült, és volt egy, mindig gyalog kellett hazamennünk, mert a Üllői úti pályáról a Népszínház utcába a Kálvária téren keresztül mentünk. És ott a Fradi meccs után egy órával a kocsis Sanyiék sötétkék ruhába fociztak a gyerekekkel. Tehát akkor a foci szeretete, a focinak ez a mérhetetlen, ugye minden, ott álltunk, vagy 100-200 ember, és néztük, hogy fociznak a meccs után, amikor más már kocsmába ment volna. Igen, de tulajdonképpen ez a hozzáállás, hogyha valamit csinálok, akkor abból a maximumot kihozni. Nem csak úgy, nem a satöbbi vagyok. Nem csak úgy vagyunk. És tulajdonképpen ez egy sajátos magyar észjárás, magyar mentalitás. És talán ez a titka az elmúlt 1100 vagy 2000 esztendős, vagy 5000 esztendős történetünknek. Talán ez, megmaradni. De akkor a legjobb lenni. És ez jellemző a legendás Árpádi Gyurikára, akinek lassan megköszönjük, hogy eljött, de köszönjük, hogy eljöttél, Isten éltessen sokáig, és ahogy ezt a hozzáállás mentalitás,